Srácok, gondolkodtatok már azon, hogy egy régi, 100 éves autó fel tudja venni a versenyt a mostani modern kocsikkal? Hát a mai videóban kiderítjük, úgyhogy tartsatok velünk. Szóval... remélem, hogy velünk tartotok, mert ha nem, akkor aztán nagy bajba vagyunk. Én is remélem, hogy velünk tartotok. De csak úgy lehet velünk tartani, hogyha már belájkoltatok a videót és feliratkoztatok a csatornára. Jó, Krisztián, ezt majd később kell, ezt még nem most kell beletolni az arcukba, ha... Náló, srácok, ez itt egy újabb forzás videó, és ennek a forzás videónak a fő témája nem lesz más, mint ez a 100 éves Bugatti... T35-ös. Bugatti Type 35 C 1926-ból. Majdnem 100 éves ez az autó. Krisztián, mit szólsz, hogy majdnem 100 éves az autó? Azt szólom, hogy majdnem 100 éves az autó, hogy francba, ha pont 100 éves lenne, akkor nem kéne rosszul éreznünk magunkat, hogy azt írtuk a címbe, de hát sajnos... kerekítve 100 éves. Hát 4 év van hát. Ja, hát kerekítve 100 éves, srácok. Most ne legyetek ránk mérgisek, hogy azt írtuk a címbe, jó? Na szóval, srácok, azt fogjuk csinálni ezzel az autóval, hogy először is megnézzük majd így teljesen alapjáraton, hogy hogy tudja felvenni egy vele azonos szinten lévő kocsival a versenyt, ami modern, aztán fogjuk szépen lassan így fejleszgetni fölfelé, és megnézzük, hogy azokkal hogy veszi fel a versenyt. Ezt remélem mindenki értette. Ez egy Bugatti, srácok, és nem gondoltam volna, hogy a legrégebbi autó a Forzában ez egy Bugatti lesz. Azt hittem valamilyen Ford, vagy Mercedes, vagy valami ilyesmi. És... hey. Na, vajon fel tudja venni a versenyt ezzel az autóval, Krisz? Nézzük meg! Hallgass, hogy túráztatom egy kicsit a motorot, jó? Semmit nem lehet hallani. Na, Krisztián, nézzük meg srácok, egy versenyt. Ez a jövő, elektromos autó, jó hangja van, mi? Nézzük meg, hogy fele tudja venni ez a versenyt ezzel a béna elektromos autóval. Hát, nyilván egy király, régi, eredeti benzines autó, az simán fel tudja venni a versenyt a csicska mostani elektromos autóval, nem gondolod, Krisztián? De. Gustélió, menj innen, mert most versenyzünk. Gustélió. 1, 2, 3 Azaz, mindjárt utolérem, várjál, a végsebesség az jobb lesz. A végsebesség az jobb lesz. A Gustélió! Nézd a Gustéliót, meg mindjárt leelőzöm a Gustéliót! Á, francba itt hagyott, ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, kirepültem az útra. Nézzük meg, hogy megy terepen. Wow! Hát terepen nem megy olyan jól, mint az aszfalton, az bezonyos. Na, Krisztián, keresünk egy versenyt. Először megnézzük itt stockon, srácok, és utána fel fogom tuningolni, és megnézzük, hogy az akkor hogy teljesít. Természetesen egy vele azonos szintű kocsival. Országúti versenyt menjünk szerintem, természetesen nem. Hát igen, igen. D285-ös, szóval neked is egy azonos mértékű kocsival kellene jönni. Igen, és modernel, igaz? Igen, és modernel. Oké, és akkor megpróbálok karaszni, hát jól van. A Dunás Blankás sprintet most nem menjük le, most lemenjük ezt a Lannurás sprintet. Szerintem az egy megfelelő sprint lesz. Már megint éjjel van, ezt nem hiszem el, komolyan mondom, ezek a forzás videós éjjelek. Oké, akkor PvP-be fogunk menni, és egy olyat beállítok, hogy anything goes, tehát minden mehet, és D-s osztállyal. Közé teszem, és akkor szólj, hogyha mehet. Oké, szólok, már kiválasztottam a kocsimat. 1981-es Volkswagen Scirocco. Az ám a modern. Hát most mi csinál? Szerinted 2020-as kocsit fog találni D-s 290-eset? Hát mi az, hogy hát ez a követelmény legalább. Ez egy modern kocsi, 1981, ez már modern éra. Neked hanyas is a kocsi? Nekem D285. Jó, nekem 291-es. Jó, akkor az nagyjából ugyanolyan. 294. Okay. A régi és az új! Srácok, ti szerintetek van esélye egy 1926-os kocsinak egy modern autó ellen? Tegyétek meg voksatokat. És ő indul előről ezt a büdös csalót. Na mindegy, ez az igazi kihívás ennek a régi autónak, nem? Ez az, na jó van. Oké. Szó, Volkswagen Scirocco. Hát ez egy kicsit izgulok, ahhoz olyan van, az egy közfolyam. Az egy kicsit én is izgulok, hogy nehogy megverjen egy 1926-os autó. Na let's go! Jaj, gyerünk, indulj már! Azaz, jó, megfogtuk a rajtot, megfogtuk. Azaz, jó van. Na blokkolj. Erre nagyon kíváncsi leszek, mert... Blokkolj! Jaj, na ne. Mi van? Jaj, ne blokkónám. Blokkónád, ha tudnád. Te nem fogod tudni, ugyanis ez az autó... Hé, mi mész tökéletes. Áll?
Uuuuh, de király, azt a rohadt! Hey, gyorsabban megy, mint én, ez lehetetlen. Ez az, gyorsabb vagyok, oké, okay, már csak oda kell figyelnem a kanyarokra. Gyorsabb? Hát mondjuk az versenyautó, az meg egy utcai autó, úgyhogy valószínűleg azért gyorsabb. Jó, de hogy nyugi, is verseny. Ha a kanyargósabb részhez érünk, akkor majd nézhetsz, mint hal a moziban. Láttam már halat a moziban? Krisztián, az csak egy 40 éves autó. Ez meg több mint 100, és még mindig tud menni. Több szóval, mint 100. És majdnem 100. Szia! Csicska! Let's go! Nyugi, úgyis visszaelőzlek. Igen, na. Igen, a kanyarodásban jó, nem van valami az, jó. Az el kell menni bevásárolni. Azt a... Máté, igen, nekem meg el kell menni a Waffentrager nevezetű boltba. Most az utolsó brokkoliért menjünk a boltba. Aki előbb odaér, az... Neó! Ezt nem hiszem el. Azért az utolsó brokkoli, aki előbb odaér a boltba. Let's go! Brokkoli! Brokkoli! Igen, te mit csinálnál a brokkoliból? Én vagyok a finom manyús. Hami, te. Ja, tényleg, hami, az jó rém lett volna. Brokkoli! Brokkoli! Enyém lesz a finom hami, mert csinálok brokkolis pizzát, szerintem. Fú, brokkolis pizza, gratulálok! Brokkoli. Én meg brokkoli yeah, krémleves csinálnék, úgyhogy sokkal jobb. Csend. Brokkolis pizza! Az jobb, mint a brokkolis krémleves. Úgy gyepgok odaérni, 60%-nál járok már ni. Hát ez eddig nem valami jó, de viszont a végén talán ez, lesz egyenes. Te ez simán első lenné most, hogyha nem lenné ilyen béna egyébként, csak úgy elmondanám. De mindegy. De hát nem, mert nagyon nehezen kanyarodik ez a kocsi. Ó, én is ezt mondanám. Egy picit csúszik is, de annyira nem, hogy azért irányíthatatlan legyen. A lejtőre. Jó, itt azért elég egyenes ez a hely, és jó, már hozom is vissza a Krisztiánt. Most nagyon ügyesen kell mennem, és nagyon jól kell vennem a kanyarokat. No, nagyon és jó. Akkor első lehetek. Nagyon hozz vissza, nem hiszem el. Nem áll! Mi a szar? Az gyerünk. Nagyon hozz vissza. Jó. Gyönyörű. Jól van, már csak ezt a kanyart kell jól bevennem. Ezt nem hiszem az. Gyerünk. Túl gyors! Azaz, már csak egyenes van! Ezt juhu! Nem hiszem el! Gyerünk a lejtőn! Gyerünk! Yeah, gyorsan még baby. Lábbal is hajtani kell! Yeah, baby! Viszlát, szevasz! No! Yeah, ott a győzelem, srácok! A finom győzelem íze! Persze, direkt olyan versenyt választott! Ezt tudod kinek köszönhet, hogy tudod ki nyerte meg ezt a versenyt? Én! Amúgy te egy csomót hibáztál, és még így is nyerni tudtál ezzel a kocsival, szóval a kocsi maga... Igen, nézem. Ez nagyon jó. A helyzet az, hogy így alapjáraton... Így fúj, mert cseréld már ezt a hülye táncot. Ez így alapból ez a kocsi, teljesen ilyen üresen, nagyon jó. Csak az a kérdés, hogyha föltuningoljuk, akkor nem fogja elrontani a sok tuning, meg minden. De hát azért vagyunk itt, hogy ezt kiderítsük. Úgyhogy mehet is. Szóval menjünk haza, és Krisz szerintem én nem fogom így tuningolgatni, mert nem értek hozzá egyáltalán. Nyilván. Hanem rárakok egy olyan tuningot, amit már valaki elkészített. Van egy olyan érzésem, Máté, hogy minél magasabb osztályba lépünk, annál nehezebb lesz. Igen. Na, szóval srácok, először A-sra fogom tuningolni. Kéne nézni valami olyan tuningot, ami ilyen versenyes, ilyen versenyzős. Itt egy A-s, 10-es indulás, 10-es gyorsulás és 5,6-os irányítás. Az 5,6-os irányítást azt úgy figyelt Krisz, hogy a többi az mind ilyen 3, meg ilyenek. Ezt rárakjuk, srácok! Nagyon izgulok! Remélem, hogy jó ja, lesz. Jó, hát mondjuk, ha te is egy tuningolt autóval jössz, akkor van jó szóval. Nem, stock autóval megyek. Ja, egy stock. Stock modern autóval, persze. A800-as lett itt így az autó, szóval te is keres akkor egy A800-asat, okay, vagy legalábbis a közelébe lévőt. Na nézzük, srácok! Azt a rohadt! Jó, hát ezt nem fogod legyőzni. Ezt kizárd alak, Krisz. Biztos. Igen. Ú, és ráadásul a féke is mega jó. Azt a rohadt, mi? Ez jó, hát nekem ez a kedvenc autóm mostantól. Ezt lehetetlen legyőzni, Krisz. Nem fogod tudni, ezt egyszerűen kizárt dolog. Egy kicsit csúszik, az igaz, de korrigálhatóan. Nem fogom tudni legyőzni. Máté, van egy olyan érzésem, hogy te túlbecsülöd azt az autót, Máté. Az egy régi ócskavas. Srácok, szerintetek van esélye a Máténak nyerni? Egy Lamborghini Gallardo L.
hallod? Jaj, ne! Az A800-as. 797-es, szóval még három előnyöd is van, kis haver. Hú, hát ez, na ez már izgalmas lesz. Ez, erre már azt mondom, hogy ez már, azért ez már durva lesz. Mert azért nagyon nagy a különbség a két autó között. Azért egy 100 éves autó, meg egy Lamborghini Gallardo. Az hanyas egyébként? 2012-es. 2012-es? Majdnem 90 év van a két autó között. Jó, az Máté, én indulok most előről. Erőről. Most minden előnyöd megvan. Minden előnyöd megvan. Gallardo Spider! Gyerünk! Ezt már nem nyerheti meg a Máté. Jaj, nem, most izgulok. Most nagyon izgulok. Máté, őszinte leszek. Nagyon nagy teljesítmény, hogy meg tudtad verni azt a Volkswagen D-s kategóriában. Uh-huh. De szerintem kezdheted elfelejteni azt, hogy itt bármit elérhetsz. Ajaj, nagyon itt van a sarkamban, nagyon jól kell vezetnem. Egy benekiebb ver a falnak ez a barom. Új, ez szoros közelem lesz. Nagyon jól megy. Hé, ne löködj! Nem löködj! Ezt nem mondod, hogy kihagy. Gyorsan! De miért tudok vissza a világ elére? Ezt nem hiszem el! Na jó van, Máté. Jó, ezt vissza kell hoznom. Ez kizárt dolog. Ezt nem lehet. Nyugi, hagyom a... De nem már! Most ne csesz már a két kocsit mérjük össze, Máté. De most miért kell elcseszni, te csicska? A két kocsit mérjük össze, nem a... bénaságodat, az én profisága ellen. Megint ezt a undorító versenyt választott ki, előzőben is kihagytuk a zászlót, és megint a undorító versenybe jössz be. De milyen előzőben? Nem volt ilyen előző, ez csak én rámentem videóban. Egy randomba. Az előző videóban ugyanebbe mentünk az utolsó, és ott is kihagytam a zászlót. Te meg itt leugrattál a folyóba. De hát nem is erre bejöttem behe. 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 Tökéletesen kell menjek, hogy a Christian utolér tudjam érni. Oké. Okay. Jól van, meg tudtam tartani. Azaz. Nem győzheti le egy Lamborghinit, nem győzhet le. Máté, őszinte kell, hogy legyek. Nagyon jól megy ez a kocsi. De azért nem egy Lamborghini. Gallardo. Most minden tökéletes tudásomat, amit eddig valaha összeszedtem ebben a Forza nevű játékban, be kell vetnem, hogy győzni ne. Tudjak. Ezbe könnyű csalni a Máténak ebben a kanyarban. Óvatosnak kellene. Tudtam, te mocskos csaló szarházi, és csalással megszerzi az de előny. Nem csalás, mert de nyomtam csalás, a féket, csak nem csalás, sikerült. De csalás, csaló, húzz innen. Nem, hát nagyon súlya. Húzz innen. Jó, ez csalás jó, volt. Jó, visszacsaltam. De mit visszacsaltál? Hát az hol nem volt csalás, jó, srácok. Persze. Csalás volt, vagy nem volt csalás. Jó, ezt a Krisztián csalással győzte meg. Miről beszélsz? Jaj, így meg már aztán főleg nincs. És belemegy a falba, ez a pancser. Te ez is belementél, te hülyed hazugság. Büdös csaló, írjátok igen. Le srácok a kommentben, mi? Hogy retkes csaló, Krisz. De mi hol? Milyen csaló? Hát de kilöktél, és így nekimentem a korlátnak, és szembe nekimentem. De én ilyet hol csináltam veled? Jó, oké, okay, jól van. Oké. Jön a következő tuning, ami nem más. Mint az S2. Abban nincs esélyed győzni, Krisztián. Igen. Egy 100 éves kocsi, ami S2-es, az S2-esre nincs esélyem győzni. Pontosan. S2 az a legnagyobb osztály, amiben föl lehet tuningolni ezt az autót. Bár csak egy picivel S2 fölé megy, de akkor majd te is majd olyan autót válasz, ami ilyen S2 906 körül mozog. Jó, S2 904, ez megfelel? Igen. S2 903. A legjobb tuning, amit erre az autóra el lehet képzelni. Srácok, írjátok le kommentben, hogy szerintetek a modern, vagy a régi, amely győzedelmeskedni fog ebben a harcban. 1926, 2020 ellen. Vajon ki fog győzedelmeskedni? Aha, azt a rohadt! Új. Na ez azért megint dúha, megnyomjuk a gázt, azt azért meg kell szögezni. Igen, jó van, mert ez nem olyan gyors, úgyhogy az lehet itt az esélyed.
Úgyhogy igen? Remélem, hogy olyan, a te érdekedben remélem, hogy olyan versenyt választottál, hogy sok jó hosszú egyenes van. Új, esik az eső. Hát akkor szerintem, Máté, ezt meg kellett volna nézned először, hogy esik az eső. Semmi baj, Krisz, ez hozzájárul a versenyszakmához. Jó, okay. Eleredhet az eső néha. Na mehet! Ja, let's go! Azaz, jó van, jó van. Azt a rohadt, mi a szar? Van. Ez elhúlott. Ezt ki kell használnom. Jaj, ne nagyon csúszik! Máté, most nem fogsz örülni. Ha, mert nekem volt egy, hogy volt egyszer, hogy ezt a versenyt meg akartam nyerni a legnehezebb fokozatban, és vagy 100-szor lementem ezt a versenyt. És tudom az egész pályát. Remek. Ja, főleg úgy, hogy csúszik és az út, mint az őrült, de gyorsabb vagyok legalább. Ki kell használnom, hogy kicsit ilyen csúszósabb vagyok, úgyhogy meg kell próbálnom egy kicsit driftelgetni. Ami hát nem fog sikerülni szerintem. Azt arat 300-al megyünk! Nem tudok lepattanni, ez így nem jó. Gyerünk! A 2020! A modern kocsi! Azt fog győzni, hidd el nekem már. Jó, de most megint megvádolsz, hogy beléd megyek, és beleszágudok inkább a falba, mint beléd. Hát te vagy hátul, úgy kell versenyezni. Hát miért mit gondolsz a valóságban, mivel ott is mindig belemennek mindenki egymásba, ha? Igen. Nyugi, Máté, nem lesz semmi. Előbb kezdenem kanyarodni, de ez egyszerűen irányíthatatlan így, ezt tesz. Máté, nem jól döntöttél, hogy esős versenybe jöttél. De hát nem direkt. Így esőben, nem valami jó az a Bugatti. S2-esen. Hát azt látom, meg a dzsungel közepén se jó. Van egy olyan érzésem, hogy kéne választanod egy olyan pályát is, ami nem zuhan az eső. És megnézni, hogy ott is hogy teljesítesz. Nem zuhan az eső? Jó, hát ez az eső, ez teljesen elrontott az egész versenyt, úgyhogy... ezt újra fogjuk próbálni. Ez életünk harca lesz. Aki győzedelmeskedik, az nyeretelmeskedik. Most minden időkre eldönthetjük 1926-os, vagy a 2020-as, a régi, vagy az új. Mehet. Jump to the rhythm as hard as you can go. Jump to the rhythm as hard as you can go. Krisztián, komolyságot kérek! Én olyan komoly vagyok, mint egy falat beton. Hát ez nem sikerült ez a vicc. És tudod, mi nem fog még sikerülni? A győzelem neked! Ez kizárt dolog, Máté, egy 1926-os autó nem nyerhet egy 2020-as autó ellen. Jaj, jó, hát ez már most elcsesztem, jó van. Ja, de úgy látom, hogy te is, úgyhogy nyugalom. Oké, okosan! Okosan, Zoli, okosan! Ezt nem hiszem el, egy 1926-os kocsi nem lehet ilyen nyars! Ez lehetetlen! Ez nem lehetséget! És belemegyek a fába! Azt a francba, ezt nem hiszem el! Az! Nem számított rá, nem számított a kanyarra! Én pedig lelassultam a fa miatt, amúgy én sem számítottak a kanyarra. Azért mentem bele a kanyarba, falba, mert azt néztem, hogy mi történt. Azaz, jól lehagytuk! Jó, 50%-nál gyárunk, gyerünk! 50%! Nem! Nem győzhet! Gyerünk, menj! 306! 312! 320! Hatalmas sebességet birtoklok! Gyerünk! Fék! Francba! Ne, kipörökök! Jó, gyorsabban gyorsulok! Azt ne felejtsük el! Jaj, ne itt van a sarkamban! Ez az... kis... sarok... levágás! És most! Azaz! No! Nagyon jól kijöttem! No! 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 Ezt nem hiszem el, és szarul vettem a kanyart, gyerünk, gyorsul! Béna Krisztián, ezt nem világhagytuk. Nem hiszem el, nem veszítetek egy 2020-as S2-es kocsival. Ezt nem hiszem el. Mi történt? Kipörgött? Kihagytam a szaros zászlót. Kihagytál a zászlót? Jól van, Krisztián, tudod mit? Te is megvártál az előzőben. Úgyhogy én is megvárlak. 10% van hátra, Krisz. Állj meg mellettem! Állj meg mellettem! Itt a kocsikat nézzük! Nem az, hogy ki milyen béna. Szóval gyere ide mellém! És döntsük el mindenkorra! Hogy ki győzedelmeskedik ebben a harcban! Jól van, ne húzzuk az időt! Mehet! Let's go! Azaz, jó van, bejött a taktikám, hogy én gyorsabban indulok el, mint ő, jó van. Mások, aki jól be kell vennem a kanyart, léci! Azaz! Azaz! Yeah! Ez az! Győztem! Juhu! Ezt nem gondoltam volna, hogy ilyen jól tud menni ez a kocsi, hogyha S2-esre fő van tuningolva. Egy D-s 1926-os kocsi.
Ja, bár azt nem, hogy meg kell említeni, hogy mind a ketten bénáztunk nagyon. Ja. Igen, de nagyon jó a kocsi. Nagyon jó a kocsi. Itt most nem az a lényeg, hogy ki győzött, srácok, hanem az, hogy egy ilyen régi kocsi, 100 éves kocsi fel tudja venni a versenyt egy modern kocsival. Mert ez egyértelműen kijelenthetjük, hogy fel tudja venni a versenyt vele. Mert szerintem, hogyha egy két nagyon jó pilóta vezetné, akkor szerintem simán lehetne tartani a versenyt. Meg kell tanulni vezetni, az 100%. Minden kocsinál ez így van, hogy meg kell tanulni vezetni. Szóval, srácok, köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, mindenki feliratkozott, mert aki nem iratkozott fel, arra örök szégyen. Hárul, pontosan, köszönöm szépen. Még egy dolog van, amit ki kell derítenünk, Krisz, gyere vissza. Egy dolog van, amit ki kell derítenünk. Jól repül a kocsid? Jaj, ne! A karakterem nagyon fáj neki. Jaj, ne! Ne ölj meg! Akkor a verést még sose kaptál! Jaj, ne! Jaj! Mindjárt kilő a világba! Meghalsz! Meghalsz!